kastély személyzetéhez illik. Az urak rangja, személyzetük, előkelőségén tükröződik. Vendégeink a környék legelőkelőbb. Nyás Isten, állé szálljó! Biztos megint hajnal vőtték haza, mi? Nem. Csak villanyba járt. Csak nem. A kulacsomkor csomós, érik a szőlő, hajlik a vesző, elég! Szóval, hány perc múlva kezdődik a lovas verseny. Délben ebéd a nagy ebédlőbe, utána a vendégeink visszavonulnak a szobáinkba. Az estély pontosan 8 órakor kezdődik. Szirmai Albert örök operettje, a Mágnás Miska teltházat vonzott a Pécsi Nyári Színház legutóbbi estjén. A főszereplő Miska izig-vérig a régi magyaros falusi ember. Megtestesítője Kis Zoltán, aki pedig egy izig-vérig budapesti városi férfi. Ez a színész számára komoly kihívás volt. Akik eleinte látták, mind azt mondták, ez a szerep benne van a vérében. Engem ez a szerep eléggé pofán csapott, ez érdekes most... Így elgondoltam, én egy városi fiú vagyok, ugye születtem Budapesten, és ott is nőttem föl, és ott nevelkedtem, és érdekes, hogy amikor egy kicsit ugye visszájára fordítva, amikor vidéken járok, vagy sokszor voltam például Baja környékén, egy nagyon kedves ismerősöm, és azt mondták, hogy én tulajdonképpen olyan, mintha vidéki lennék. És ugye ez egy kicsit visszafordítás a dolognak, hiszen a Miska ugye egy lovász fiú, aki aztán urat játszik, hogy mennyire furcsa ez, hogy lehet urat játszani úgy, hogy az ember egy lovász gyerek. És az, hogy én pedig egy városi fiú vagyok, és azt mondták, hogy nyugodtan beillenék egy falusi gyereknek is. És azt gondolom, hogy valóban ezek nincsenek messze egymástól ezek a dolgok, ahogy ez a Mágnás Miska is előrevetíti. Oda mentem ez a szennyes kis emberhez. Azt mondtam neki, Miskám lelkem, onnan szépen tudjuk mi már egymást szekérozni. Hát vegyen el engem feleségünk. Nem addig van a válaszoltam én meg kegyesen. Hát, hogy vegyek el, én téged, te fóka bébi. Amikor még azt sem tudom, hogy igazán szeretsz. Hiszen még nem vettél nekem egy pitke gombot sem. Hát nagyon szerény gyerek voltam a Miska világ életében. Soha nem fogadott el tőlem többet 3 pengőnél. Most megyei gyerek vagyok. Van az embernek becsülete, nem? Na, akkor aztán megszólalt nekem is a szívem. Összeszedtem a kis pénzemet, azt bementem a városba. Azt vettem neki egy aranyórát. Itt ketyeg a zsebembe, de láncot nem vett hozzá. Attól fogva csupa-csupa bazsarózsa lett az életünk. Hoztam neki fájintos szivart is. Én meg elszíttem. Na meg libacombot a konyháruk. Én meg megettem. Meg pünkösdi rózsát a parkból. Azt meg kitűztem. Nagyon-nagyon szeretem ezt a figurát, aki egy igazából egy jókedvű, egy őszinte és egy hogy a Marcsával való évődése és tulajdonképpen a harcossága is, vagy amit ott látunk, hogy így csapkodja, meg úgy csapkodja, de azért ők nagyon szeretik egymást. És azt gondolom, hogy ez kell benne megfogni, hogy ez egy szeretetre méltó fickó, aki nagyon szereti, és nagyon szereti főleg az igazságot, és azt, hogy ő lehet valaki. Hát, ha maga mit adott neki, kedves fiam? Most megy egy gyerek vagyok. Na, mit adtam volna? Egy frász! Azt adtam neki. No, leányom! Ha ilyen nagy szamár vagy te, akkor megérdemled, hogy elvegyem feleségül. A vadászatok után meg is tarthatjátok a rakodalmat, ámi, hogy izény mi egymás, és egyáltalán nem akár. Köszönjük! Az Isten megáldja! A 2 éve Csákváron alakult Rátonyi Róbert Színház hozta el a darabot a Pécsi Nyári Színházi Esték kedvelőinek. A társulat megalapítója, művészeti vezetője és egyben a történet marcsája, Teremi Trixi. Somogyi lányként közel állt hozzá a szerep, közel 30 éve játsza, még főiskolás korában kapta meg ezt a szerepet az Operett Színházban. Békés András rendezte, már akkor egy kiváló munka volt számára. Mivel hogy én egy vidéki lány vagyok, egy Somogy megyei falusi lány vagyok, tulajdonképpen én nekem ez az ízvilág, ez a világ, ez a népies ízek, meg ez a paraszt lány kategória abszolút közel állt hozzám, hiszen a felmenőim is ugye cselédek voltak, ilyesmik a nagyszüleim, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem volt nehéz ezt megformálni, mert belülről jött ez belőlem ez a szerep, és hát nyilván a közel 3 évtized
alatt azért változott ez a szerep, mint ahogy én is. Már nem az a hamvas fiatal lányka vagyok, hanem most már egy más marcsát láthat a közönség, hogyha ha most néz meg bennünket. Érettebb marcsa ez már, kicsit rafináltabb is, kicsit jobban oda mondogatósabb, mint amikor ez elkezdődött ez a szerep bennem, de hát ahogy én is érlelődtem, ugye ez a szerep is, úgyhogy nagyon szeretem játszani, és ez egy kortalan szerep igazából a marcsa, hála jó Istennek, egy olyan szubrett szerep, ami viszonylag kortalan szerep, úgyhogy remélem, hogy még lesz alkalmam párszor eljátszani. A színház alapítás pedig szintén Teremi Trixi világa. A szervezés, ami nekem mindig is a véremben volt, és mindig is imádtam mindenféle, akár egy ilyen kis házi bulitól kezdve bármit megszervezni, és összehozni a csapatot, meg mindent, tehát az mindig is úgy bennem volt. Úgyhogy gyakorlatilag ez a fajta készség indította el bennem azt a gondolatot, hogy megpróbálok egy saját társulatot is összehozni, és mivel hogy ez a szakmai kör, ez nekem az elmúlt évtizedek alatt nagyon széles lett, így, és nagyon jól ismerem ezt a fajta kört. A nagy sikerű operettet még 1916. februárjában mutatták be a Király Színházban. Szirmai Albert zenéjére Bakonyi Károly írt szöveget. Szirtes Gábor rendezte. A társulat tánckara és a Monarchia zenekar is közreműködött a két felvonásos Pécsen is nagy sikert aratott operett előadáson.